Hello, sziasztok, Norbi vagyok, és a mai videónak a témája, hát igen, a csődhelyzet lesz azaz, hogy a babaváró és a csok, az milyen szinten vihet téged csődbe, rémhír terjesztése van-e szó, vagy ez a valóság. Történt ugyanis, hogy a bank monitor uh, készített egy ilyen. mennyit kell visszafizetni, a három gyerek után 10 millió forint csok támogatása a tizedik év végén című ilyen statisztikai modult, és akkor ezzel így végig lett haknízva az internet, és az internet népének nem is kellett más, csak ez, hogy egy kis olaj a töncsünk a tűzre, így, hogyha meglátod, hogyha nem szeretik gyerek a 10 millióra, 68 millió 750 ezer fontot kell visszafizetni, akkor azt gondolom, hogy sorra benedvesedik a bugyját, hogy ez az. Ez az végre szíthatom megint a rendszert, végre beböföghetem megint, hogy igazam volt, itt egy jól tehát végre valami történhet hogy az EFL csoportban és az EFL online pénzügyközösség Facebook csoportba is, ahova te is csatlakozhatsz, ha nem vagy troll, és érdekelnek a pénzügyek, oda is ugye be lett ez hozva, Rebeka írta be, pont mondtam neki, írtam is neki, hogy hát köszi szépen, hogy behozszad, mert erre akartam videót csinálni. Na mindegy, próbálok hozzátenni a témához egy picit. Uh, szóval ugye nagyon felkapott lett, és például én is utálkoztam ezzel, hogy egy ügyvéd, ugye az ügyvédről tudjuk szent és érthetetlenek alapvetően, uh, a tudásnak az, az atyai és anyjai, uh, megosztott a saját Facebook oldalán, és hát nagyon felkapott lett, hiszen amikor arról van szó, hogy a nép átverése, hogy uh, uzsora és ezt egy ügyvéd, akkor már készen van a recept, gyönyörű tortát fogunk ebből főzni, és hát ugye ez az ügyvéd hölgy is természetesen, hát az új devizahitelt emlegeti posztjában. Öhm ugye, és akkor ilyenkor teszem be azt, hogy de azért mondjuk a tisztelt ügyvédnő is fel van háborodva, hogyha a saját szakterületén mondjuk jövök én, és elkezdek összemosni dolgokat. Mert azt fogja mondani, hogy hát ez, az a jogszabály, az az, és a kettőnek semmi köz egymáshoz, de hát én is ezt tudom mondani pénzügy szakemberként, hogy deviza hitel meg csok, hit, deviza hitel 2006-ból, meg csok 2022-ből, az két különböző sztori. Két teljesen más jogállás, más szitu, nem menjünk bele megint. Ezt annyiszor elmondtam, hogy, hogy mi a helyzet a devizahitelezéssel. Az emberek egyébként vágynak arra szerintem, hogy szar legyen. Tehát kifejezetten imádják azt ilyen pessimista időkbe, amikor amúgy is rossz minden, látja azt, hogy, hogy pont én is észrevettem ezt a boltba, hogy meg is jegyeztem polgárpukkasztó nyilván magamban, meg, meg a mellettem levőnek, akit ismerek, hogy tehát figyelj, nézd meg, éveken kezdve azt éreztem, hogy, <coughs> hogy európai fizetésem volt magyar árakon, tök jó volt. Most meg azt látom, hogy amiket itt látok a boltba árak, ezek nagyjából emlékez, tehát ismerősek számomra, és rájöttem, hogy ezeket az osztrák billába ö, láttam, ott ennyire vásároltam, és akkor így rájövök, hogy hú, basszus, az annyira már nem is van vicces, hogy nyugati áron nyugati áron veszek nyugati fizetésből kaját, hiszen a legtöbbeknek nincsen nyugati bére. Messze nincsen. Na mindegy, ezek egy kis internetzó volt elnézés, kérek. Tehát az emberek vágynak arra, hogy szar legyen, mert szar a munkahely, nem beteljesítenek, szar a fizetés, és akkor hazamennek, és, és várnak arra, vágynak arra, hogy a, a neten is bebőföghessék a komment szekcióba, hogy szar. Tehát az elég nagy arcon csapás lenne szerintem ugye a magyar lakosság felének, legalábbis a internetező felének, intenző felének a felének, hogy, hogy, szar az élete, szar a fizetése, szar a főnök, szar minden, tehát amiért ő felel, az most szar, és felmegy a netre, és azt olvassa, hogy de minden jó. Az, 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 az milyen szinten borítanák itt az embereket, hogy, hogy minden jó, csak nekem szar, akkor én vagyok a hülye, és mindenki más helikopter. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye nyilván itt azért van egy ilyen vágy, egy, egy, egy teljesen logikus vágy szerintem, hogy legyen szar. Tehát, ha nekem szar, legyen mindenki másnak is szar. Ezért picit úgy megnyugtatja mindenki a saját lelkét, hogy hát felmegy a netre, és ott is szar mindenkinek, akkor jó, semmi gond, akkor az átlaghoz tartozok, és hát az átlaghoz azért szeretünk tartozni. Na, azt tisztázzuk egyébként, hogy babavárót már nem mossunk össze a csokkal. A babaváron egyébként fixálva van az, hogy a felvétel pillanatában érvényes kamathoz kötik a büntit, hogyha nem jön a gyerek öt éven belül. Elmondtam, te, ja, bocsánat, ez most ma cumi, tehát ez hatalmas cumi mai kamatok mellett, hogyha nem van veszed a, vesz, a babavárót, és nem lesz baba. Ez egy nagy cumi mondjuk két évvel állapothoz képes. De hozzáteszem, nem egy-két ember van közületek, akik engem néztek, akinek én elmondtam már egy éve, két éve, meg mióta, nem is tudom, mióta van baba váró, hogy vedd fel most, melyik baba váró a legjobb, amit tegnap vettél fel. Miért? Mert azt nem tudják visszavonni, tehát arra nem lehet semmilyen joga, vészhelyzeti jogalkotás, hogy na most már nem tudunk fizetni, mert az a pénz az ott van zsebedbe, azt a pénzt azt amit nem eszi az infláció, hogy remélem, hogy felveszed és használod is valamire, tehát nem csak porfogónak, tehát ergo kamatoztatod a helyet, hogy várod, az infláció jövőbeli felvételt zabálja, ez várható volt, és mellette, tehát igen, volt egy ilyen is, hogy hát nyilván, ha nem mindegy, ha mondjuk egy ilyen 2-3 százalékos kamatkörnyezetbe veszed fel, akkor, vagy, vagy os egész százalékos alapkamatkörnyezetbe, akkor nyilván sokkal kisebb a büntetés, mint, mint úgy, hogyha ezt nem így teszed. Na már most sokan voltak, akik elhitték a, a, a néphűítést, amikor szakértők, meg szakértőcskék, ezzel hűtették, hogy majd csak akkor vegyél fel, akkor tuti, hogyha jön a baba, hogyha látod a babát, láthatáron. Igen, annyira tuti, hogy tehát annyira elkényelmesedtünk, hogy az, az lett, hogy hát akkor most itt a, mi több milliós bukta az, ami elkerülhetetlen. Mert olyan értem elkerülhetetlen, hogy azért sokaknak elkerülhetetlen felvegy a baba várót, aki lakást szeretne általában, és a bizonyos konkrét helyzetben van, tehát azt tudtuk, hogy elkerülhetetlen. Ugye már az volt a kérdés, hogy mondjuk két évvel ezelőtt veszett fel, vagy egy évvel ezelőtt, vagy most veszett fel, vagy öt hónap múlva veszett fel. Itt csak ennyi kérdés volt, és hát nyilván leszek, én mindig elmondtam, hogy minél hamarabb vett fel, noha jó, fizetni kell t -t a törlesztőt, oké, okay, értem. De hát érted, ha meg nem jön a baba, akkor most elég nagy cumi van. Na mindegy, a csok ezzel szembe nem fixált. Tehát ott nem, nem, nem köt mondjuk szinte egyébként tök nagy hiba, hogy nem fixálja. Bár mondjuk most egyébként tök jó, hogy nem, tehát tök érdekes, mert mondjuk két évvel ezelőtt tök nagy gáz, hogy nem fixálták akkori kamathoz képest a büntit. Ma meg tök nagy gáz lenne, hogyha fixálnák, mert akkor tényleg beton biztos lenne az, amit a bank monitor kiszámolt. És akkor innen jön, jön, az, hogy, hogy nem beton biztos az, amit kiszámolt a, a Bankmújtól, egyébként ez egy tök szakmai lak, tök korrekt, nem tudok szakmailag belekötni, csak éppen tök izgalmas és kurva életveszélyes. Hát mit számolt? Egyébként előbb már betettem képet, vagy lehet, hogy most fogok, hetedik, hetedik percnél fogok. Hetedik perc, 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 perc ezt fel is írom, be fogom tenni a képet. Ha három gyereket válasz és három gyereket nem születik, 68 millió bünti, mai kamatokkal, 10 évre előre számolva ha egy gyerek születik, 64,5 millió bünti, ha két gyerek születik, akkor 50 millió, 51 millió bünti, ha három gyerek születik, akkor nincs bünti. Hát igen. Szóval, ja, tehát, hogy nyilván azért, értem, most nekem azt mondanák, hogy 10 minut vegyél fel, de lehet, hogy 75 fizetsz vissza, hát baszki hívom a pádrét, hogy utolsó kenetet adja fel nekem, az azért nagyon meredek. De hát nyilván nézzünk a számok mögé. Mert, mert, mert pontosan, amikor nézed, és én tudom, hogy mi a csok, hogyan működik, akkor nyilván az első gondolatom az volt, hogy hát ez a, tud, ez a ha ennyi lesz a kamat végig, akkor ennyi lesz a bünti, ha erre szokták mondani, ha a nagyanyámnak fassza lett volna, akkor ő lett volna a nagyapám. Tehát ez pont annyira hasznos, mint kiszámolni 800 os kamaton, hogy a következő 25 évben mennyi lesz a hiteletnek a költsége, vagy pont annyira hasznos, mint patásaduló puskázni töri, töri, dolgozat közben, bár hozzáteszem, egyszer sikerült szóró nem mindent a pattársamról, töri doga közben, és a gyereknek kettes lett, nekem meg négyes. De szorúszor ugyanazt írtam. Ő volt az ész. És neki lett kettes. Szóval néha hasznos. De mindegy viccet félretéve. Uh, szóval, szóval, vannak ezek a mi lett volna, ha... Van is ilyen Marvel sorozat. What if? Az egy tökű sorozat, azt nézd meg. De, de itt a pénzügyekben ez a mi lett volna, ha, vagy mi lesz, ha... Ezzel van egy apró gond. Olyan szintű torzítást tud okozni a te buk-buk-sikátban, ami arra sarkal, hogy belagolsz, mint a Windows. De így képes vagy, elolvasod ezt, és képes vagy négy évre belagolni, és, és így befagytál. Közben a piac elment négy szem melletted, lecsúsztál minden lehetőségről, de lesz új, csak hogy neked két, két érte dolgoznod. A kamat változni fog. Azt azért tegyük tisztába, hogy a következő években az alapkamat változni fog. Uh, és hogyha a következő években egyébként 10 év fölött maradna az ala, irányadó alapkamat Magyarországon, akkor jelenlegi tudásunk szint olyan gázán a helyzet, hogy a pengő újra bevezetné saját magát. De nem az erős pengő, nem a hiperinflációs pengő. De tulajdonképpen az érdemes eljátszani az a játékkal, miért nem, azt miért nem, miért nem miért számolja ki valaki, és küldi szét a sajtónak, hogy várjál már, hát, hogy felvezet 10 millió csokot, ezt ma elköltöd. De nem lesz három gyereket 10 év múlva, akkor 68-at kell visszafizetni, de, de, hát közben meg annyira elértéktelenedett a pénz, mert nyilván egy ilyen helyzetben a gazdaság, zombik az utcán, apokalipsz is, hogy valójában lehet, hogy annyit nem ér 10 múlva 60 millió forint ebbe a verzióban, mint ma 6,8. Tehát lehet, hogy még nyersz is vele. Tehát, tehát ilyen, érted, ezt is mondhatjuk. És tök érdekes, hogy amíg a legrosszabb elvetemült verziót felhozod, ugye a szenvedő magyar népléleknek, hogy 7-szersét fizeted vissza, éjjenezve sírunk. De hogyha azt hozott fel, hogy várjál már, hát, hogyha ez lenne, de, de lehet, hogy még jobban is járnál, akkor meg köpködünk, kaszák elő, hogy képzeled, fú, é jobban járni, fú, ne, hú, a... Bele se gondolunk. Üm, nyilván egyiknek, ugye ugyanannyi a realitása ennek is, annak is. Üm, egyébként ez a pénzügyi depressziónak a okozója egy, egy, ilyen anyag, mert nyilván aki a akinek így a buksjából kipattant, hogy hozzunk létre egy ilyen számítást, és így dobjuk be a véterbe, úgyse elég szar a közhangulat, úgyse elég nagy az infláció, nincs elég közel a háború, nem elég drága a megélhetés, nem elég drága az üzemanyag, lehetne sorolni. Tehát egy, 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 egy ilyen, ilyen környezetben mit csináljunk? Ja, nem elég nagy a alapkamat, nem elég drágák a hitelek. Uh, mit csináljunk? Mit csináljunk? Hát dobjunk még be egy atombombát ugye hát ha jó lesz ez, mi baj történhet, hát nyilván ugye aki meg eddig tartotta magát, ezt meglátja és elájul. Mert gyakorlatilag ezzel én állítom neked, hogy a soka, sok embernek, akinek kb. így éppen szedt össze a bátorságát és az anyagi naftát, hogy akkor most vegyen lakást sokkal, és akkor csak ez egyetlen lehetőség, egyetlen vegyen valamit, az most lehet, hogy olyan szinten le van beszélve, amikor ezt meglátod, hogy tele elájul. És nem gondol mögé, mert olvasta ezt. És hát a kommentekben megerősítették. Érteni kell, hogy mit olvasol. Ez egy clickbait számítás. Tehát ez semmi másra nem szól, ez valaki szól, kitalálta, a többiek pedig mi Wall Street farkasakként, oh, ah! látom a irodájába is, most nem akarok beszólni, tök jó fejek, is meg egy párat onnan, de tehát nyiváltuk ez emberi dolog, ez az, ez az, gyerünk, és tudod, és viszi a, mint a fákjátod, így a cikket a főnöknek, ez az, megírtam közboldalt, a többiek itt tapsolnak, ez az, gyere, 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 tízszeres olvasottság lesz ebből, az az, nyomassuk, gyere, és, és valójában ez sem máson nem szól, clickbait, ugye marketing, ez egy marketing anyag. És ez annyira jól, jó sikerült, hogy ezt felkapja mindenki, ma szar, az kétszer körbejárt a világot, mire az igazság, a jó hír, az a utcáról kifordult. Egyébként én ezt nem engedném. Hozzáteszem, hogy ezek azok a cikkek, amiket én semmilyen formában nem engednék, vagy ezek azok a szemtások, mert mert, 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 azt gondolom, ez nagyon félrevisz, és ez, ez, torzít. Tehát ez egyértelműen torzít. Torzítja a döntéshozattat. Mert arra, az alapján döntést hozni, hogy a következő tíz évben fixen ez lesz az alapkamat, az szerintem egy torz döntés tud lenni. Mert az emberek egyébként nem értik, ugye, hogy, hogy miről van szó. A pénzügyatosságot pedig ezzel szintén csak rombolni lehet, és ez a, ez a videónak a legfontosabb gondolata, hogy ma Magyarországon nagyon erő, erőteljesen egymásnak esett a pénzügyatosság, meg a pénzügyi analfabetizmus, amit is tudok mondani, protkót kikapja. Ez a kettő egymásnak esett, és, és túl és győzelem rá a, a pénzügyi analfabétáknak a csoportja. Egyszerűen győzelem rá, és amikor jön egy pénzügyi tudatos ember, és elkezd. Objektív érveket hozni, hogy de ez ezért, de ez azért. Ez, tehát ez, még egyszer, ez a táblázat, ez a táblázat, ez a pénzügyi analfabétáknak, ez egy fegyver, és nem félnek használni, mert te jöhetsz ilyen maginflációs adatokkal, jöhetsz olyan várakozással, amolyan elemzéssel, ilyen stratégiával, a pénző analfabéta hülyén néz rád, előkapja ezt a számítást, és le fog téged söpörni az asztalról, melyentől kezdve hiteltelen vagy, és egy mondat Ér ellenérvet nem fogsz tudni megfogalmazni. Mert nem tudod bizonyítani ennek az ellenkezőjét. És nyilván ugye Magyarország az egy kicsit arról szól, hogy az embereknek mindig az ellenkezőjét kell bizonyítani, nem? Nem az állítást kell bizonyítgatni annak, aki állít, nem. Bizonyíts be, hogy nincs igaza. És hát így elég nehéz, hogy ugye nem látjuk a következő tíz évet. Uh, szóval ez egyébként egy ultimate fegyver, ami egyébként el fog minden józan érvelést, szerintem. Tehát veszélyes. Én nem örülök ennek az egész anyagnak. Uh, azt azért tisztázzuk, hogy nyilván végigmondom, de te ezt is csak a péző analfabéták és a gyengébb képességűek miatt fogom most végigmondani. Mert, mert úgy néz ki, és ezt látom egy-egy kommentben, hogy nem mi egyértelmű, és nem tudom miért, vannak -e emberek, akik elvárják, hogy minden egyes videóban mondjál végig mindent, Norbi. Tehát nyilván, ha végigmondok mindent, akkor minden videó az nagyjából ilyen 60 perces önismétlésbe fog átcsapni. De akkor csak, hogy értsük, nem mindenki vegyen fel csokra hitlakást. Szerintem kurva veszélyes három gyereket nulláról bevállalni. Kettő gyerek az, amit tudsz vállalni. Ha három gyerek, akkor figyelj, az, a, tehát az már szerintem az nem egy érzelmi szerződés, hanem az üzleti szerződés, tehát akkor már együtt kell maradhatok, mindenféleképpen is a gyereket meg kell oldani. Ü Egyébként uh, nyilván hitelt megfelel, vagy csokot megfelel, mint itt most hitelem is volt ilyen szó. Baba váró, ugyanez, nagyon át kell gondolni, tényleg. Én nem gondolom, hogy ez kell, hogy most itt apokalipszis lesz, azt gondold, de hát inkább azt gondold, hát, hogy a kapcsolatokra milyen hatást gyakorol az, hogy van egy szerződésetek önnek egy gyerekkel x időn belül, hogy ez nem lehet, hogy visszafolytja a gyereknemzési képességeteket. Gondoljátok, tervezzetek és, és készüljetek fel a B-verzióra. Tehát az egy tényleg elég veszélyes, nem ilyen kamacint mellett, bármilyen kamacint mellett, hogy, hogy ha viszli, csak azért veszitek fel, mert hogy bár, mögött van egy gondolatiság, volt aki, nek az a gondolata, hogy szólvastam, mert nyilván sz beszéltük sokakkal, annyira, szerintem annyira sokakkal, de sokakkal kevesekkel, közepesekkel, hogy, hogy felveszi, má, nem ebbe a komoly másik másikba, ugye felvette a babavárót, betette állampapírba, és fixen többet keresett rajta, pár szotyival, mint amennyi a büntivel együtt egyébként vissza kell fizetni. Ez egy gondolatiság, ez egy arbitrázs, ezzel nem tudok mit kezdeni, kijött a matek, hát na... Uh, nyilván gondoltságot tegyünk mindig mögé, tehát nem mindenkinek ez feltétlen megoldás, bár én hiszem, hogy sokaknak ez, mert nincsen más lehetősége. Ha tetszett a videó, dobj egy likeot. Ha szeretnéd, hogy egyébként egyedi kamatokkal és kapcsolatrendszeremmel segítsek hitelekbe, akkor gyere e-mail címem alul. Ha szeretnéd, hogy uh, ugye elkezdtük már ezt a nagyon sokakkal, nézők között rengetegen jelentkeztek, hogy nyilván, hogy nézzük meg, hogy ebbe a gazdasági helyzetben rohadt fontos az, hogy legyen gazda biztonsági védőháló. De egy olyan dolog, hogyha történik valami veled, akkor mondjuk a családod az nem maradjon pénz nélkül, és ehhez nagyon jó árérték arányú biztosításokat tudunk nektek nézni. Írjál e-mailt nekem, és nézzük meg, hogy mi, mert meglepődnél, hogy mennyire alacsony díjból ki lehet, mennyire jó dolgokat hozni egyébként. És hát ennyi. Most így más nem akarok elmondani. Szóval sziasztok! Szép napot kívánok!